Szenes Andreát szólítom nagy-nagy szeretettel a színpadra. És egy kis méltatást engedjetek meg nekem. Szenes Iván minden idők legtermékenyebb magyar szövegírójaként csaknem 2000 dalszöveget írt. Az Artisjus 2000-es kimutatása szerint ő volt Magyarország legtöbbet játszott szerzője. Az egész ország ismeri, dúdolta és dúdolja a nem csak a 20 éveseké a világ, a kicsit szomorkás a hangulatom, a kislánya zongoránál a találkozás egy régi szerelemmel, soroljam még, amíg sorolom. Úgy szeretném meghálálni, kicsit gyere velem rózsát szedni, a Mindenkinek van egy álma című örökzöld slágereket. A Hosszú az a nap című sláger zenét és szövegét is ő írta, az annál az első ügyetlen csoknál drágám kezdetű slágert, amelynek szövege fűződik nevéhez, az első díjat hozhatta el 1967-ben a Táncdal Fesztiválon. És ezzel a számmal lett a magyar hanglemez kiadás első aranylemezese. Aracki László. Az Add már Uram az első című dallal Kovács Kati 1972-ben Táncdalfesztivált nyert. Még soroljam? Hát azt hiszem, hogy végtelen sorolhatnékom lenne, meg én is a fejemben annyi mindent tudok, pedig 1978-ban születtem, és mégis annyi minden megmaradt a fejemben. Vuk? Emlékezik valaki a kis Vukra? Hát hogy ne emlékeznénk? Na szóval sokoldalúságát, ráhangolódó és rimfaradó képességét bizonyítja, hogy több mint 100 színdarabot, filmet, rádió és tévéjátékot mutattak be verseivel, illetve az ő átdolgozásában. Ha kellett, akkor előre írta meg a megzenésítendő verset, ha kellett, a kész dallamra alkotott. Nos, lányával, aki itt van velünk a színpadon, Szenes Andreával különleges volt a kapcsolata. Erről talán Andrea tudna nekünk nagyon sokat mesélni. Andreának fontos küldetése édesapja szellemi hagyatékának ápolása. Borkai Zsolt polgármester és Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője úgy döntött, hogy idén vendégül látják Szenes Iván emlékest előadóit, és a Duna TV-n évek óta futó sikeres programot most itt a győriek és az adivárosiak is testközelből élőben élvezhetik. Ezzel is méltó emléket állítva a zseniális zeneszerzőnek. Azt hiszem, hogy most egy nagy taps következik. És polgármester úr, illetve alpolgármester úr, a virágok és az elismerés hangján szólnak. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Szép jó estét, Győr! Történelmet írunk ma este közösen, ugyanis ez az első olyan alkalom, hogy kimozdultunk a térről, ahol a slágerek születtek. Ugye eddig az összes emlékkoncert, amit önök a Duna Televízióban láthattak, arról a térről, most már Szenes Iván térről zajlott. És most nagy örömmel mondtam igent Radnóti Ákos alpolgármester úr kérésére, és szimbolikusan Borkai Zsolt polgármester úrnak, akivel nagyon megtisztelő találkozhatok, emlékszem kislánykoromban mindig rajongtam érte, és drukkoltam neki a versenyein. És hadd adjam át nagyon nagy szeretettel, hogy elhoztuk ma Győrbe a Szenes Iván teret, és én ezt nagyon-nagyon nagy tisztelettel át is adom. És együtt polgármester úrral, hadd mondjak el egy versikét, egy köszöntő versikét, amit idefelé útközben írtam. Találkozás Győrben, a tóparti réten. Igen csodás és nagyon megható. Ma este itt él apám, mindannyiunk szívében. Van szeretet, mely nem vitatható. Találkozás Győrben, a tóparti réten. Szép randevú, és pont neked való. Olyan jó lesz, mint otthon a Szenes Iván téren. A Szenes sláger az mindig gyógyító.